Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2021. április 16-án pénteken. A pontos idő 20 óra. Kérem tekintsék meg majd műsorunk tartalmát. április 8-án emlékezett a világ zsidósága a holokauszt áldozataira. Idén Mezőtúr is csatlakozott a menetelés az életért mozgalomhoz, akik a tavalyi évhez hasonlóan szintén részt vettek az elhurcoltak megemlékezésében. Városunkban elsőként Herceg Zsolt polgármester, valamint Fülöp Mónika evangélikus lelkész mondták el emlékező gondolataikat, majd felolvasásra kerültek az 1944. június 16-án zsidóságuk miatt elhurcolt honfitársaink nevei. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az emléknapon. Azzal, hogy az elmúlt hetek szervező munkája során soha nem látott összefogást tapasztalunk abban, ahogy a Magyarország különböző városainak, keresztény felekezeteinek képviselői egyetlen egy szívvel első szóra igent mondtak megkeresésünkre, hogy együtt emlékezzünk a magyarországi holokauszt áldozatairól. Tisztelt emlékezők! Mezőtúr Város Önkormányzata nevében és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében köszöntök mindenkit! Mezőtúrról először Fülöp Mónika evangélikus lelkész szól hozzánk a Mezőtúri Evangélikus Templomból, majd Herceg Zsolt mezőtúrváros polgármesterének szavait hallgathatják meg felvételről a Botyánszky János Emlékparkból. Szeretettel köszöntöm a Mezőtúri Evangélikus Egyházközség nevében mindazokat, akik velünk együtt részt vesznek az online megemlékezésen, amikor is részt vállalunk a fájdalmas emlékek hordozásában és az elhurcolt és meggyilkolt 6 millió 600 ezer ember tiszteletére gyújtjuk meg a gyertyáinkat. Botyánszky János evangélikus lelkész és esperes volt gyülekezetünkben, aki 1934 és 76 között hosszú éveken át élt Mezőtúron. Tudjuk róla, hogy 1944. június 16-án megszólaltatta az evangélikus templom harangját a mezőtúri deportált zsidók téglagyári gettóból a vasútállomásra történő szomorú menetele alatt. Ő volt 1944-ben az evangélikus híveken kívül nem csak a református és katolikus hívek lelkipásztora, hanem 6 éven át pótrabbia volt a városba visszatért kevés és megmaradt embernek. A rászorulóknak nem csak vigaszt, hanem szükség szerint pénzt, élelmet adott nemzetiségüktől és vallási hovatartozásuktól függetlenül. Példáját követjük mi is. Az igazságért kiállunk cselekedettel és szóban. Az Isten igéjéből származó hit minden nehézségen átvezet bennünket. Zsoltárok könyvének 27. fejezetében, a 4. versben olvashatjuk.
Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezzem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Az Istennek békessége őrizze meg szíveinket és gondolatainkat minden rossztól. Amen. Önkormányzatunk minden év július havában megrendezi az üzenet napi ünnepségét. Ezen a napon egyrészt Botyánszky János lelkész esperes úrra emlékezünk, ugyanakkor emlékezünk arra több mint 200 zsidó honfitársunkra, akiket 1944. június 16-án elhurcoltak városunkból. Sajnos a holokausztot nagyon sokan nem élték túl, nem térhettek vissza ide Mezőtúrra. Néhány évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy erre az eseményre mindenképpen emlékeznünk kell, hiszen azon a szörnyű, borzalmas napon Esperes úr a templom harangjait az elvonuló zsidó emberekre emlékezve megkongatta. Ez óriási bátorság volt akkor, hiszen a saját, a családja életét is kockára tette ezzel. Ezért emlékezünk rá minden évben, és egy ünnepi istentiszteletet követően a város képviselőtestületének döntése alapján egy mezőtúri polgártársunkat Botyánszky János díjjal büntetünk ki. Ennek a díjnak az a jelentősége, az kaphatja meg, aki embertársaiért önzetlenül nagyon sokat tesz. Nagyon számomra az, hogy városunkban sok ilyen ember van, és minden évben át tudjuk adni ezt az elismerést. A célunk, önkormányzatunk részéről továbbá az, hogy a felnövekvő nemzedékek figyelmét felhívjuk erre a szörnyűségre, elismerjük azon polgártársaink tevékenységét, akik példamutató életet élnek, és sokat tesznek a közösségért, és hát nem utolsó sorban az is célunk ezzel, hogy ez a szégyenteljes esemény, ez a tragédia soha többet az emberiség történelmében ne fordulhasson elő. A következőkben az elhurcolt zsidó honfitársak neveit olvassák fel. Fülöp Mónika, evangélikus lelkész. Gecov Gabriella, pedagógus. Szabó András, a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület elnöke. Patkós Éva, a Túri Olvasókör tagja. Kalóckai Sándorné, a Túri Olvasókör elnöke. Tisztelettel emlékezzünk a nevek felolvasása által. Acél Béla, Acél Béláné, Altman Alfréd, Altman Alfrédné, Altman Géza Gábor, Altman Jakabné, Altman Pál, Balla András, Balla Ferencné, Balla Jenőné, Balla Zsigmondné, Bettelheim Simon, Blejer József, Blejer Mihályné, Blejer Rózsika, Blejer Sándorné, Blejer Soma, Blejer Ilona, Brühl Hermanné, Deutsch Sándor, Deutsch Sándor, Eckstein György, Eckstein Imréné, Eckstein József, Eckstein Klára, Eckstein Miklós, Eckstein Sándor, Epstein Emil, Erdős László, Érsek József, Feuerstein Dávidné, Fischer László, Fixel Rózsa, Fröhlich Imréné, Fröhlich István, Fröhlich László, Fröhlich Erzsébet, Fröhlich Lászlóné, Fröhlich Manóné, Fröhlich Sándorné, Füchsl Róza, Gáspár Péter, Gellért Dezső, Gellért József, Gergely Károly, Lajos, Glázer Ágnes.
Glázer Ferenc, Glázer Ferencné, Glázer István, Glázer János, Glázer Mariska, Glázer Sándor, Goldschmidt Ernő, Goldschmidt György, Goldschmidt István, Goldschmidt Jenőné, Goldschmidt Manóné, Goldstein Manóné, Gruber Márton, Gruber Mártonné, Gruber Miklós, Gruber Rózsa, Grünbaum Berta, Grünbaum Ernő, Grünbaum György, Grünbaum Lajos, Grünbaum Lajosné, Győri Mór, Győri Mórné, Ház Jakabné, Ház Lajosné, Hajdú Hermina, Hajdú Janka, Halász Gábor, Halász Gáborné, Halász Magda, Hasznos Sándorné, Herzog Etel, Herzog Sándor, Herzog Edit, Hollender József, Ilovszki János, Ilovszki Jánosné, Izsák János, Izsák Sándor, Jakab Albertné, Jakab Endre, Jakab Ilona, Jakab Miklós, Kalfusz Sándor, Kálmán Sándor. Kardos Józsefné, Kardos Pál, Kaufmann Gábor, Kaufmann Gáborné, Kis Sándor, Kis László, Klein Adolfné, Klein Ervin, Klein Éva, Klein Ferencné, Klein Imre, Klein Noémi, Klein Róza, Klein Tibor, Kón Aranka, Kón Lili, Kón Lipótné, Kón Piroska, Kón Sándor, Kovács Illésné, Kovács Manóné, Krausz Gézáné, Lancman Mihályné, László Miklós, Lázár Erzsébet, Lázár Ignác, Lefkovics Sándor, Lelovics Ernő, Lukács Lipótné, Mandel Hermin, Márer Sándorné, Merkler József, Merkler Zsigmond Ádám, Moskovic József, Moskovic Oszkár, Moskovic Sándor, Moskovic Sándorné, Moskovic Vera, Neumann Dezső, Neumann József, Pejerman Róza, Polák Miklós, Ritter Adolfné, Ritter Lévi, Rosenblüt Dezső, Rosenstein Dezső. Rosenstein Dezső, Rosenstein Dezsőné, Rosenstein József, Rothbart Sándor, Salcerné, Salusz István, Salusz Lajos, Salusz Lajosné, Salusz Margit, Salusz Salamonné, Salusz Zsigmond, Salusz Zsigmondné, Salcer Lajosné, Sándor Jenő, Schillinger Gusztávné, Schillinger Rezső, Schillinger Rezsőné, Schlesinger Gusztávné, Schönfeld János, Schönfeld Jánosné, Schönfeld László, Schönfeld Zsuzsa, Schulz Fülöp, Schulz Fülöp, Schulz Fülöpné, Schulz János, Schweitzer Adolfné, Schweitzer Eszter, Schwarz Etel, Schwarz Helén,
Schwarz Jolán, Sebők Adolf, Silberer László, Steiner Sámuel, Steiner Sámuelné, Steinfeld Ilona, Steinfeld Józsefné, Stern Adolfné, Stern Berta, Stern Gyula, Stern Gyuláné, Stern Mária, Székely Sándorné, Szinetár Lajos, Szinetár Sándor, Szőke István, Szőke Zsigmond. Szőke Zsigmondné, Tauber Vilmos, Toffler Adolfné, Toffler Sándor, Toffler Sándorné, Vadász Ilona, Vadász Lajos, Vadász Lajosné, Vadász Mária Zsuzsanna, Vadász Róza, Vadász Sándorné, Waldman László, Waldman Gyula Ábrahám, Waldman Irén, Waldman István, Waldman Jakab Jenő, Waldman Jakab Jenőné, Waldman János Zsigmond, Waldman Jenő, Waldman Jenőné, Waldman László, Waldman Sándor, Walfis Antal, Walfis Antalné, Walfis Elemérné, Walfis Jenőné, Walfis Klára, Walfis Lajosné, Walfis Margit, Walfis Miklós, Wallenstein Jenő, Walfis Dávidné, Walfis Margit, Walfis Pál, Walfis Tibor, Weiss Adolfné, Weiss György, Weisshaus Dezsőné, Weiss Istvánné, Weiss Katalin, Weiss Mártonné, Weiss Sándor, Weissner Gyuláné. Mezőtúrvárosa nevében tisztelettel emlékezünk. Köszönjük, hogy csatlakozhattunk a kezdeményezéshez. Mezőtúrvárosa is csatlakozott a Menetelés az életért elnevezésű online kezdeményezéshez. Mit tudhatnak erről a tévénézők, miről szólt ez a mai délelőtt? Köszöntöm a televízió kedves nézőit. Ez egy első alkalommal történt felhívás, felszólítás volt a világ országai felé, ahol a történelem egy rettenetes időszaka megtörtént, és első alkalommal rendezték meg ezt a Menetelés az életért hát online formában, és önkéntes módon lehetett csatlakozni ehhez a felhíváshoz, így Magyarországról is számos település, aki ehhez csatlakozott, de én úgy tudom, hogy Európából több ország is szintén ehhez a felhíváshoz csatlakozott. Én úgy tudom, hogy ez az első ilyen alkalom. Gondolom, hogy a jelen körülmények is egy kicsit megváltoztatták itt a folyamatot, de én úgy gondolom, hogy a jövőben ismételten meg fog ez történni. Hogyan zajlott a mai program? Én szerintem nagyon jó előkészített, és minden rendben ment, úgy, ahogy a szervezők itt a közösségi ház megtette. Megtörtént a nevek felolvasása. Én szerintem akár technikailag, akár emberileg mindenki készült, aki erre föl volt kérve, illetve vállalta ennek a felolvasását. És én úgy gondolom, hogy a tudomásunk szerint 484 zsidó állampolgárt hurcoltak el Mezőtúról, és közülük 227
aki nem térhetett vissza, és ezt a 227 nevet 5 személyre leosztva, én szerintem nagyon jól megoldotta mindenki a saját feladatát, és felolvastuk ezeket a neveket. Ön miért tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon ehhez a mai kezdeményezéshez Mezőtúrvárosát képviselve? Egyrészt az Egyesület a helytörténeti kutatások során nagyon sokféle irányba kutatott már, illetve próbáltuk annak idején, amikor ez az első zsidó emlékhely létrejött. Hát én magam is nagyon sokat kutattam, hogy vajon hány olyan személy van, aki áldozatul esett ennek a bizonyos rettenetes eseménynek, és sajnos nagyon kevés forrás állt a rendelkezésünkre, hát ahhoz képest az akkor 174 személyről tudtunk, most pedig már 227. Hát hogy ez most mennyire végleges és mennyire nem, én ebben sem vagyok egészen biztos. Mezőtúr közéletében egyébként most független attól, hogy általában azt mondják, hogy a zsidók vagy kereskedők voltak, de ugyanúgy a város közéletében mindenütt felelhetők voltak, és békességben egymás mellett nyugodtan megvolt mindenki mindenkivel, tehát nagyon szoros és szerves része volt a város ember életének, vagy családjaik, és mindazok a kiemelkedő személyek, akik akár a tudásuk vagy képességük révén elérték azt, amit el tudtak érni, és ezzel gazdagították a város életét. Tehát én úgy gondolom, hogy a kutatások egyrészt az iránt is történtek, hogy kik voltak olyan személyek, akik mondjuk a város akkori vezető testületébe, vagy ügyvéd volt, vagy nyomdász például, de orvosokat is tudunk többet, akik közülük került ki, és természetesen békességben és jól megéltek itt mindenkivel. Hogyan csatlakozott Mezőtúr ehhez a kezdeményezéshez? Hogyan történt a kapcsolatfelvétel? Erről egy pár szót tudnám mondani a tévénézőknek. Igen, itt a Simonyi Andreát kell mindenképpen megemlíteni, és hát tulajdonképpen egy köszönet mindenképpen jár neki, hogy megkereste az Egyesületet ezzel a felhívással kapcsolatosan. Annyit megemlítek, hogy néhány két évvel ezelőtt egy ünnepség alkalmából kérte, hogy jelen lehessen itt a megemlékezésen, és beszédet mondott. Ami akkor mindenki számára meglepő volt, hogy ő bocsánatot kért a várostól, és a zsidó, mezőtúri zsidóktól, ugyanis amikor ez a ominózus esemény megtörtént, tehát a mezőtúri zsidók elhurcolása, utána az ő családja beköltözött Szőke Zsigmond lakásába, és akit ugye elhurcoltak, és mint tudjuk, oda is veszett, tehát nem tért vissza. És ez az esemény, ez a tény, hogy az ő családja beköltözött az ő házába, késztette arra, hogy bocsánatot kérjen. És amióta ez a beszédje elhangzott, azóta az Egyesülettel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, illetve hát ő is velünk, és számos eredményt, információt tudunk egymással cserélni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adásra a jövő hét pénteken is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!
Thank you.